azt szoktam mondani, hogy én most már nem fogok járni senkivel. Vagy valakinek ott lesz a szemében az a szikra, vagy nem. Hogyan éled meg az álmaidnak a megvalósítását, illetve hogyan élted meg korábban azt, amikor az álmaid nem sikerültek? Hű, egyből nehéz elkezdesz. Szokásomhoz híven. Nem, ez egyébként tényleg nem egyszerű, mert ugye én úgy nőttem föl, hogy belém lett nevelve az, hogy mondjuk én futballista kell, hogy legyek. Igen. Ami első körben azt mondhatom, hogy teher is volt, de valamilyen szinten meg számomra ez egy már természetes dologgá vált, és már nem csak úgy éltem, hogy na, apa ezt akarja, és akkor nekem is apa miatt futballistának kell lennem, hanem egy-két év után teljesen normális volt, hogy én is ezt szeretnék lenni. Magyarul nem csak az ő álmait éltem, hanem elkezdtem a saját álmaimat élni, az már egy jó dolog volt. Hogy nézett ki az álom? Fú, akkor. Hogy nézett ki az álom? Csitári Gergő áll a Népstadionban, hallgatja a himnuszt meccs előtt felsorakozva a kezén vagy a mellén a jobb keze, és énekli a himnuszt egy magyar válogatott meccs előtt. Nagyjából így. Vagy az MTK-ban játszik, mert akkor apa óriási MTK-szurkoló volt, és majd a Bajnokok Ligájába kifut a gyepre valahol a külföldön. Hát így nézett ki az álom. És egész jól haladtunk egyébként, és hogy mondjam, én azért mindent megtettem, meg nekem az volt a szerencsém, hogy a szüleim is megtettek mindent azért, hogy én az álmomat kergethessem, és ez egy tök jó dolog volt. Az már más kérdés, hogy tök érdekes például, hogy ugye nekem 16 éves koromban halt meg apa, az valamilyen szinten így nem azt mondom, hogy összetörte az álmod, de azért úgy megrengette ennek az elérésének a lehetőségét. És volt egy nagyon nehéz egy évem, és akkor, hogy mondjam, utána 21-22 éves koromra bennem realizálódott az, hogy én például a futballban hova juthatok. Nem, inkább azt mondom, hogy 19-20 éves koromban. És akkor már nem volt velünk apa, de még volt anya, aki meg ugyanúgy ez az anyatigris módjára még ment, és próbált harcolni értem, próbált ott küzdeni a Vasasban, hogy elfogadják azt, hogy én mondjuk már felépültem, hogy én már rendben vagyok, mert nem akarták elfogadni azt, hogy én mondjuk egy sípcson, szárkapott csontörés után én egyéb egészséges futballista vagyok. És amíg volt apa, addig apa azt mondta, hogy gyerekek, hadd játszon a gyerek, mert nem a csapatba rakott be, csak azt mondta, hogy hadd edzen a gyerek, mert ő rendben van. És azt mondták, hogy jó, rendben van. Amikor már nem volt ott egy apuka karakter, hanem csak egy lelkes anyuka, azt azért a futball szakmában félreteszik tökéletesen. Akkor jól értem, hogy a te álmodhoz, ahhoz, hogy megvalósuljon, kellett apa, kellett anya, és kellett egy egészséges állapot. Azt gondolom, hogy igen, ez egyértelmű. Ugyanakkor meg számomra nem derült most ki abból, amit meséltél, hogy ki mérte föl, hogy ez az álom. Ez valós lehet? Valós lehet, illetve ki mérte föl azt, hogy ennyit érhetsz el, amennyit az előbb mondtad, hogy ennyit elérhetek. Ki tudja? Ezt nem tudom, hogy ezt elérhettem volna-e, de ettől függetlenül, ahogy lépegettem az utánpótlás ranglétrán a Vasasban. Én 14 éves koromtól éveken keresztül utánpótlás válogatott voltam, a korosztályom csapatkapitánya voltam, vidéki gyerekként a Vasasban csapatkapitány voltam, ami végül is nagy dolog, úgymond az angyalföldi lakótelepi nagyszájú, nagypofájú gyerekek között egy ilyen visszahúzódó, ilyen lelkis gyerek voltam, és mégis én voltam a csapatnak a vezére valamilyen szinten. Szóval hogy ezek az apróságok, ezek arra mutattak, hogy lehet belőlem NB1-es futballista. A folyamatos válogatottság arra mutatott, hogy lehettek felnőtt koromban is válogatott játékos adott esetben. Aztán mondom, hát úgy történt igazából, vagy úgy esett, hogy 16-17 éves koromra egy meccsen sípcson szárkapott csontörés történt, majd két hónappal később halt meg édesapám. És így a kettő, így együtt, az egy olyan dózis volt, hogy az úgy kivett a 17 éves koromból egy teljes olyan évet,
ami azért valljuk be, egy ifi korban lévő, egy szerződés előtt álló, egy felnőtt csapat kapujában lévő játékosnak pont az a, egyébként elég szenzitív egy év, az nekem kimaradt. És nem azt mondom, hogy a fejlődésemből maradt ki, hanem inkább csak abból, hogy hirtelen eltűntem a szem elől, hirtelen nem én lettem a fókuszban, mert hogy én otthon ültem tökig begipszelve, míg a többiek játszottak a bajnoki meccseket a vezetőség előtt. Ezért, mert az álom ott elkezdett egy kicsit így szétfoszlani, de én próbáltam érte egyébként nagyon komolyan melózni, szóval én így azért elhittem, és így mentem tovább, és próbáltam bebizonyítani, és csodával határos módon nem fél év alatt épültem fel, hanem két hónap alatt. Most csak példa, apa a fejébe vett, hogy én mielőbb visszatérek. Elkezdtünk mágnes terápiára járni, mielőbb összeforjon a sípcsontom. Pont ebben az időszakban halt egyébként ő meg, de a lényeg, hogy azt mondták a dokik szeptemberben, augusztus végén volt a baleset, azt mondták a dokik szeptemberben, hogy januárban esetleg sétálhatok. Na most elmentünk ilyen specialistához, olyan specialistához, ilyen mágnes terápia, olyan mágnes terápia. Én október végén apának a temetésén már gipsz nélkül sétáltam. Decemberben már futottam, januárban meg már egy lábbal szögreltem a vasúti átkelőn, és alapoztam a vasasra. Szóval, hogy így 2-3 hónappal meggyorsítottuk azt a folyamatot, amit... És ez volt a baj egyébként, ezt nem hitték el az edzők. Ha visszamehetnél oda, Csiti, hogy van a baleseted, mit csinálnál másképp? Akár a saját álmaiddal kapcsolatosan, akár a sporttal, vagy bármely más területen. Ha megelőzhetném a balesetet? Mindent, igen. Tehát átrendezhetnéd. Fú, ez egy nagyon fura kérdés, mert pont a napokban gondolkodtam ezen, nem tudom, hogy miért, tényleg a napokban gondolkodtam ezen, hogy szerintem, hogyha én nem sérülök ott meg, akkor apának sincsen egy olyan furcsa 2-3 hónapos stressz az életében. Szóval érted, szóval lehet, hogy ez egy negatív folyamatot tudott volna adott esetben megelőzni, mert ő ez szívbeteg volt, folyamatosan stresszelt, és mi máson stresszel, ha a nagyfia éppen otthon van, tökig begipszelve. És érted? Hogy jutott ez most eszembe? Nem tudom, ezt nem tudom. Most egyébként mondom, ez pont a héten jutott eszembe. Hát nem tudom, mostanában újra egész jó lett anyával a kapcsolatom, és tök sokat járok haza, meg beszélgetek vele, és valahogy, ahogy itt most így eltelt egy fél év, megint azt érzem, hogy így szükségem van nekem is, meg neki is, rám, meg én őre, vagy nem tudom, jól mondtam-e, de az a lényeg, hogy talán ugye egymásra szükségünk van, és akkor így belegondoltam, hogy basszus kulcs, hogy ez a sok stressz, ami így ér minket, meg ami egyébként engem is ért az elmúlt időszakban, és amilyen külső tünetei vannak, lehet, hogy mondjuk ez az embernek az egészségét befolyásolja, és akkor valahogy emiatt így elgondolkodtam azon, hogy basszus, lehet, hogy mondjuk apának is az időszak, az egy olyan stresszes, feszült időszak volt, hogy azon melózott nap, mint nap, hogy engem mielőbb ne gipszben lásson, és újra a pályán lásson, hogy egyértelmű, hogy azon felül, hogy egy ilyen bókás ember volt, és szerettem mondjuk beszedni a napi gyógyszerét este, vagy a reggeli helyett, vagy szeretett elmenni focizni, amellett, hogy nem szabadott volna focizni, de hogy összességében valamiért ez így eszembe jutott, hogy ha most így visszacsinálhatnám azt az augusztus, nem tudom, 30-et, akkor lehet, hogy nem előzöm meg azt a csatárt, akkor lehet, hogy nem töri ketté a lábam a saját csapattársam, lehet, hogy vasas NB1-es futballistája lettem volna, és apám még mindig ilyen lett. De sosem fog kiderülni. Ha most a boldogságot nézők, a mostani jelen állapotod, és az az elképzelt állapot, hogy mondjuk NB1-es futballista lennél. Mi a különbség vajon a kettő között, vagy mi lehetne a különbség a kettő között? Nem tudom elképzelni már, hogy NB1-es futballista lennék. Nem, nincs előttem az a kép. Már csak abból kiindulva, hogy utána én azért úgy éltem a következő időszakot az életemben, a sérülés után, meg apa után, hogy tudtam azt, hogy anya folyamatosan attól rettek, hogy ugye abban az időben jöttek a különböző hírek, egyik futballista összeesett a pályán, a másik futballista összeesett a pályán, Fehér Mikitől kezdve mindenki, és anya folyamatosan attól rettegett, hogy mi lesz, hogyha engem kivisznek külföldre, és úgy volt, hogy megyek Angliába, nem tudom, harmad, negyed osztályba, 17-18 évesen, és,
És ő azt mondta, hogy persze, Gergőke, menjél, és közben tudom azt, hogy olyan szinten félt attól, hogy mi lesz akkor, hogyha én éppen külföldön fogok futballozni, és egyszer csak kap egy telefonhívást, hogy nem tudom, megállt a szívem, vagy rosszul lettem, vagy baj van. És emiatt meg azt mondom, és ahogy én láttam a profi sportot, meg sportban nőttem föl, testnevelés egyetemet végeztem, ahogy láttam a profi sportolóknak az állapotát, meg azt, amit kapnak, meg amilyen dózisban kapnak mindenféle impulzust, legyen a sport, legyen az különböző tápkiegészítő szerek, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy nem baj, hogy egy teljesen más utat választottam, vagy legalábbis egy teljesen más útra sodort az élet. Úgyhogy nem is feltétlenül akarok abba belegondolni, hogy mi lett volna, ha nem tudom, futballista lennék, mert most tök jól vagyok így, hogy nem lettem az. Most jól vagy. Az előbb azt említetted, hogy egy stresszes időszakon vagy túl. Ha most nem tudom, szövögetsz álmakat? Most inkább megélem. Megéled az álmokat? Most inkább megélem, vagy próbálom megélni. Az álmokat? Hát egyfelől tök jó dolog, de másfelől meg kicsit ilyen ijesztő. Nem tudom, nekem vannak folyamatosan olyan fura érzéseim, hogy de ez már saját ilyen belső feszkóim. Vannak ilyen fura érzések, hogy úristen, élem az életemet, és úgy érzem, hogy tök jó minden, és közben meg elkezdem sajnálni a körülöttem lévő embereket, hogy basszus, nekik miért nem lehet olyan jó, mint nekem, vagy nekem. És ezt miért hívott furcsaságnak? Nem tudom, mert lehet, hogy saját magammal kéne foglalkozni, vagy lehet, hogy ez ilyen kamu elszentség, vagy én nem tudom, hogy ez mi bennem, de én nagyon sokszor van az, hogy például ugye itt a karácsony, sétálgat az ember az utcán, és akkor azt látja, hogy van, aki didereg, én meg hála jó Istennek most jelenleg egy olyan állapotomat élem az életemben, hogy nekem nem feltétlenül kell dideregni, sőt, bemegyek valahova, és bármikor megveszek bármit. Uh-huh. Persze most normál emberi keretek között, de hogy igen, és emiatt meg sokszor vannak ilyen frusztrált érzéseim, hogy így elgondolkodok, meg így elkezdek így sajnálkozni, de ez nem jó feltétlen, ez nem jó. Nem jó? Nem, az nem jó. Nem jó, mert ez engem is lehoz. Ezt anyától hoztam, mert anya is mindig ilyen. Anya az a baj, hogy anya is olyan típus, hogy mindig átveszi a másiknak a fájdalmát, és akkor azt sok esetben még hordozza is magában, és emiatt nem feltétlen túl jó az ő lelkiállapot, és se mindig. És az nem biztos, hogy jó. De ezt nagyon jól tudod, hogy milyen, amikor a másiknak a fájdalmát, vagy az érzéseit tovább viszed. Lenne egy utolsó kérdésem. És utána te kérdezhetsz, képzelben. Hogy néz ki álmaid ideális nője, ha van ilyen ideális? Hogy ne lenne? Gondolom nem külsőről beszélünk. Bármit mondhatsz, ahogy érzed, ahogy jön. Ez érdekes. Egyébként attól függetlenül, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy nem a külső számít, de első körben számít a külső. Szóval ilyen nagyon álszent lenne, ha azt mondanám, hogy nem fontos, hogy szép legyen, de legyen gyönyörű az a nő, egyértelmű. Bár mondjuk pont az... Szóval egyértelmű, hogy legyen szép az a nő, de mindig azt szoktam mondani, hogy két fontos dolog van benne. Az egyik az az, hogy legyen egyszerre a legjobb barátom, és el tudjak vele menni az állatkertbe, és óriásiakat röhögni a majmok ugrálásán, és másfelől meg oda tudjon hozzám bújni, és tudja azt mondani, hogy szeretlek, vagy tudjam azt mondani, hogy szeretlek, és tudjon lenni a lelkitársam. És az utóbbinál az a legfontosabb jelenleg számomra, hogy egy olyan életet élek, ahol folyamatosan pörgök, impulzusok érnek, állandóan jár az agyam, és arra van nagyon sokszor szükségem, hogy hazamenjek, és legyen egy valamilyen fajta nyugalom sziget. És ez nem azt jelenti, hogy egy rendkívül unalmas nőt keresek magamnak, mert nem, hanem egy olyan nőt, aki mellett én mindig meg tudok nyugodni, vagy aki vissza tud hozni ebből a nagy pörgésből. És egyértelmű, hogy ettől függetlenül ugyanúgy tud velem pörögni, mert én nem tudok otthon ülni, hogyha én el akarok menni fagyizni, eljön velem, el akarok menni sétálni, elmegyünk moziba, színházba, koncertezni, tök mindegy, mindenhova. Ez a pörgés megvan, de amikor az ember fáradt, hogy egyszerűen csak arra van szüksége, hogy becsukja a szemét, és nyugodt körülmények közé menjen haza. Na, ha van egy ilyen nő, aki ezt meg tudja teremteni, ezt a fajta kettősséget, mert ez szerintem egy tök kettősség, hogy egyszerre legyen nyugalom, és árassza azt. Hogy fogod észrevenni ezt? Ezt első látásra. Hogy fog átmenni ez neked? Egy mosolyon keresztül, szerintem sehogy máshogy. Egy mosoly. Aha, egy tekintet, egy valami vibráló tekintet, egy mosoly, mert azt látom, hogy találkozom tényleg
sok esetben szebbnél szebb lányokkal, és, nem feltétlenül az számít, hogy, mennyire szép az a lány, hanem tényleg az, hogy vagy megfog, vagy nem, és hogyha nem fog meg, akkor igazából jelenleg az én koromban már 31 évesen mondhatom azt, hogy pár kár pazarolni, tehát úgymond pazarolni az időt. Én azt szoktam mondani, hogy én most már nem fogok járni senkivel. Vagy valakinek ott lesz a szemében az a szikra, vagy nem. Te milyen nőt tudnál elképzelni mellé? Már azért ismersz eléggé. Gyengéd és erős egyben. Eddig nagyjából. Magas, hosszú hajú, tehát nőies és sportos egyben. Ikrek vagyok, akkor kiderül, hogy ez a kettőség ez folyamatosan benne lesz ebben a nőben. Én ezt nem tudtam, hogy te ikrek vagy. Ez nem igaz, biztos tudtam. Nem, komolyan pedig nem ikrek tudtam. Vagyok. Ikrek és Skorpió aszcendens. Ajaj, én is Skorpió aszcendens vagyok. Tényleg? Úgyhogy igen. Ezért is vagyunk ennyire jól egyébként. Nem tudtam. Tényleg, de tényleg nem ez tudtam. A kettőség nem az, ami... Nem tudtam, hogy ikrek vagy. Én úgy gondolom, hogy... Nagyon sok benned időnként az a fajta kedves lágyság, ami nem árt egyébként a férfiasság hobban, vagy a férfiaknak abszolút nem ártalmas. Csak ne elsik át a lótól. Nem. Semmilyen tendencia nincs, hanem ez a szívednek a lágysága, tehát az más. Tehát nem azt mondtam, hogy tutyi-mutyi, hanem hogy a szíved lágyságáról beszéltünk, vagy beszélek. De sok esetben ezt nem minden nő értékeli egyébként. De neked meg pontosan arra van szükséged egy olyan nőre, aki ezt értékelni tudja, sőt vágyik rá, és ugyanakkor meg tudsz nagyon-nagyon magabiztos lenni, tudod, hogy mit akarsz, követed, úgymond terv szerint élsz nagyon sokszor, és kell, hogy el tudja fogadni ezt a fajta másik oldaladat is, és a kettőt ő is tudja vegyíteni. Tehát, hogy én azt mondom, hogy egy együttérző, nagy empátiával és érzelmi intelligenciával lévő hölgyet tudok elképzelni magad mellett. Amen. Amen. Ugye? Legyen így, igen. És ahogy már azért többször beszélgettünk, te mondjuk néhány éven belül hol vagy, hova tudnál engem elképzelni? Nem is biztos, hogy a média pályáról, de hogy milyen életet vagy jövőképet tudnál nekem elképzelni? Olyan én most azt látom benned, hogy műsorvezető leszel, nagyobb műsort fogsz vezetni. De nem show műsort. Tessék? De nem show műsort. Én szerintem nem fogsz nemet mondani, hogyha van benne minőség, tartalom, minőségi tartalom. Mert hogy egyébként én... Van olyan show műsor egyébként, amelynek van minőségi tartalma. Anna az Isten, mert egyébként én tökre szívesen csinálom. Tehát erre vágysz. Egyszer van olyan dolgot, ami mélyebb. Na, ami erre mélyebb. Gondolok. Most csak már nem feltétlen divat vagy trend szerintem, akár mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy portré műsor. Én olyan szívesen kinyitnék embereket, vagy nem. Hajrá. De mikor volt utoljára ilyen? Nem tudom, Friderikus Sándornál. Pedig szerintem ez egy működő dolog lehet. Működő lehet. Működő hogyha lehet. Hogyha jól csinálja az ember. Így van. És ha akarod. És akkor legyen még egy kérdés, ami nem rólad szól, hanem rólam. Rólad? Uh-huh. Jó. Ez izgalmas. Izgalmas, ugye? Igen, nem tudtam, hogy kiről lehet, hogy lehet-e rólad kérdezni. Nem, ez az első impulzusa egyébként az embereknek. Teszteld le. Ha azt mondod, hogy bármit kérdezhetsz, olyat fog kérdezni, ami őket érdekli legelőször saját magukról. Úgyhogy ez így rendben van. Na jó. Na jó. Szóval, hogy ez így teljesen rendben van, ezt el kell fogadjuk. Kell szó, mert tényleg az elfogadáshoz ez is szükséges, hogy megértsük, hogy azért magunkba pörgünk legelőször. Te is egy nagyon-nagyon nyitott, kommunikatív, sokat mosolygó, és tényleg emberek felé nyitó ember vagy, és ahogy tudom, hogy látom a párod is. Ezt hogy tudjátok legkönnyebben kommunikálni egymás között, vagy hogy tudjátok a feszültséget megoldani, és a bizalmat hosszú éveken keresztül fenntartani? 15 éve lesz most tanság, vagy átléptük a 15. évet, hogy együtt vagyunk. Én azt mondom, hogy 13 év ilyen teljesen rózsaszín felhős szerelem. Tehát ilyen, van ilyen hosszú rózsaszín felhős? Én így éltem meg, hát igen, úgy tudom, hogy ő is. És aztán jönnek a... És pont összefügg a ma reggeli műsorral, hogy nem hiszek abban, hogy ilyen álom párok léteznek,
létezik harmonikus kapcsolat, létezik harmonikus házaspár, vagy harmóniában élő házaspár, együttértésben, együttérzésben, magas szinteken, akár kommunikációban egyéb. Vannak közös célok, vannak közös dolgok, amelyek összetartanak minket, és van egy munka, a fejlődési munkánk, hogy folyamatosan fejlesztenünk kell, mikor önmagunkat, mikor mivel? Egymást. Mivel? Elsősorban kommunikációval, másodszorban az, hogy az érzéseinket önreflexióval figyeljük, hogy mi miért történik. Ugye és változunk. Mindig kimondjátok? A változás folyamatos, igen. Igen, igen. És például mostanság volt 2 évvel ezelőtt, pont a párom egy ilyen, nem azt mondom, hogy változó kor, de valószínű, tehát ez a 40-hez közelítő, hogy lehet, hogy mást szeretne, más dolgokat szeretne megélni, más. És ezt is végig megbeszéltük, tehát hogy rendben van. És aztán lehet, hogy nekem lesz ilyen, hogy esetleg más dolgokat szeretnék csinálni, vagy megélni, mint amiket eddig éltem meg. És azt hiszem, hogy ettől működik jól egy kapcsolat. És itt értem a kapcsolatot, akár a családon belül is, hogy merjük elmondani azt, amire vágyunk, és merjük elmondani azt, hogy mi nem tetszik. Bízunk, hogy a másik meg fogja érteni. Ha meg nem érti meg, akkor nekifutunk másodjára, harmadjára, várunk egy kicsit. Tehát, hogy ez a lényege. De... És az együtt, vagy akár a külön megélt élmények? Szerintem szükségesek. A anélkül, igen. Félreértés ne legyen, tehát itt most nem szabad kapcsolatról beszélünk. Nem, egy pillanat is sem. Nem, hanem az, hogy én elmegyek nyaralni például barátnőkkel, akár egy hétre, akár 2 hétre. Hát, hogy ugye voltál. Így van, Olaszországban is voltunk ugye nyáron. Sőt, én azt mondom, hogy ezek szükségesek, kell az én idő. És hogyha ezt nem tudjuk tiszteletben tartani, akkor az egész egy idő után ilyen teher. De közben meg szívesen mentek mindenhova kéz a kézben is. Persze. Na, hát ilyet szeretnék én is. Hát ámen, így legyen. Köszönöm nagyon Köszönöm. Szépen, nagyon jó volt veled beszélgetni. Köszönöm. És még várlak vissza. Tényleg? Igen. Jó. Igen, lesz még egy kör. Igen, mert akartam is mondani, hogy majd kicsit a tévéről is beszéltünk. Így van.